A labdák egyelőre még pihennek a nyíregyházi kéziseknél. A felkészülés közel két hete tart már az NB1B-ben szereplő alakulatnál. Most az erősítésen, a megfelelő kondíció elérésén van a hangsúly. Aztán lassan a taktikai labdás elemek gyakorlásának is eljön az ideje, hiszen kezdődik az edzőmérkőzések időszaka. Ezeknek pedig most különösen nagy jelentősége lesz, hiszen a játékosoknak meg kell ismerniük egymást a pályán is, össze kell szokniuk, hiszen nagyrészt kicserélődött a tavalyi keret. A távozók sora hosszú, de meg annyi friss szerzemény is érkezett erősítésként. A jobb átlövő Gidai Máté Szegeden, a jobb átlövő irányító Tóth Patrik a Plerben, az irányító Horvátszky Mário pedig Agyünk kézilabdázott eddig. Beállós posztra a strand kézilabda válogatottban is szereplő Pricel Bencét és a ferencvárosi nevelésű Székely Nikolát szerződtette az egyesület. Boda Tamás és Gubó Alex Dabason, Gyimesi Ádám pedig Balmazújvárosban szerepelt még tavaly. A jócskán megfiatalított csapat építése elkezdődött, a vezetőség a hosszú távú jövő építését tervezi a generációváltással. Szerettük volna azt, hogyha most egy olyan fiatal csapat jön össze, akivel a következő évben már kevesebbet kell foglalkozni, és maximum egy-két játékos kell beépíteni. Én úgy gondolom, hogy ezt sikeresen végrehajtottuk. Sok játékos érkezett, szám szerint 9 darab játékos, ami megnehezíti a dolgunkat, hisz nem egy klubból érkeztek, hanem 5-6 klubból tevődik össze az a szám. Úgyhogy bízunk benne, hogy lassan, de össze fog érni ez a csapat. Türelem kell hozzá, én úgy gondolom, hogy hónapok kellenek hozzá, hisz jó játékosok, de még nem kész játékosok, és abból is kifolyólag, hogy mivel több klubból szerepelnek, azért össze kell csiszolódni, össze kell érni a játéknak. Az összecsiszolódott játék kifejezetten fontos lesz a következő idényben, hiszen az NB1B-s bajnokság keleti és nyugati csoportját a 2018-19-es szezontól összevonják, ahová a csoportok első 6 helyezettje juthat be. Nyíregyházán a cél tehát egyértelmű, a legjobb 6-ba kerülni, ám ez cseppet sem ígérkezik könnyű feladatnak. Az ember ilyenkor eljátszik, hogy ki hogy hozott játékosokat, milyen játékosok tudott igazolni. Az első 6 azt mondom, hogy ott szinte bárki lehet, ugye a tavalyi csapatokból az Ósztól kezdve az Agyő, aki még erősített a Kecskemét, aki még oda kerülhet, meg ugye mi a feljutásért a Balmaz meg a Mezőkövesd van. Hát innentől kezdve mi nekünk az a dolgunk, hogy dolgozzunk, és a legjobb eredményt érünk el. Az lehet a 6. hely, de lehet, hogy előrébb is tudunk végezni. A nyíregyházi csapat a felkészülés során próbál minél több mérkőzést játszani, így heti rendszerességgel fog meccseket vívni rangos ellenfelekkel. Többek között az NB1B-s bajnokság nyugati csoportjának a bajnok aspiránsával, a Plerrel, és a tavaly még az élvonalban szereplő Mezőkövesdel is meg fog küzdeni a nyíregyházi gárda, de nemzetközi tornákon is szerepel majd az együttes, például Balmazújvárosban és Szászhalombattán.